Az embernek a természetéből adódik, hogyha ünnepel, akkor eszik. Legyen a születésnap, esküvő, érettségi vagy éppen karácsony. A magyar ember is eszik. Nyári Krisztián Így ettek ők című kötete is ezt erősíti meg. A magyarországi író, irodalomtörténész legújabb kötetéből az is kiderül, hogy az irodalomnak is épp olyan ősi témája a gasztronómia, mint a szerelem. A gasztronómia az egy ugyanolyan fontos témája az irodalomnak, és ugyanolyan ősi, mint ezek a nagy témák, a szerelem, a halál, a haza, csak kevésbé elvont, kevésbé absztrakt, ezért sokan azt szokták mondani, hogy ez egy olyan mellékes témát, enni mindenki evett már, éhes mindenki volt már, miközben pont azért, mert erről mindenkinek mindennapos tapasztalata van, az igazán jó írók bármit el tudnak mesélni azon keresztül, hogy ki, mit, mikor, hol, hogyan evett. Benne a legnagyobb magyar írók is mesterek voltak, Mikszáth Kálmárton, Móriczon át, akár Eszterházy Péterig. Tehát ezek a írások a legkevésbé szólnak ételekről, mindig emberekről szólnak. Tulajdonképpen ezt akartam elmondani, illetve azt, hogy ezek az írók magánemberként milyen kapcsolatot ápoltak a kulináriával. Általában elég szoros, hogyha azt megfigyeljük, hogy egy író sokat ír erről a témáról, ezt fontos eszközének vagy témájának tartja, akkor gyanakodhatunk rá, hogy a magánéletben is szerette a hasát. Az Így ettek ők című kötetben 30 író, 30 történet és kétszer annyi recept szerepel Nyári Krisztián megszokott stílusában. Krúdy és Mikszáth nagyevő hősei, Móricz szegény ember portréi, Kosztolányi habos süteményt falu nő alakjai, vagy éppen József Attila sosem volt libasültje is belekerült a válogatásba, amelyből érdekes gasztronómiai kép is kialakult. Így összességében látni mégiscsak érdekes volt, hogy a 19. század teljesen átalakította a magyar konyhát. Egy nagy gasztronómiai forradalom zajlott, amit a század elején tipikus, hagyományos, jellemző magyar ételekként emlegettek, az mind eltűnt majdnem, hogy, és a század végén, amiket ugyanígy soroltak volna, azok már azok, amiket mi is mondunk. A pörkölt félék, a gulyás, a tehén tejből készült ételek, a túrós csusza, a sertés húsból készült ételek, ezek mind a 19. században váltak általánossá, és hogy ez nagyon gyorsan történik. Tulajdonképpen Petőfi nem csak a politikai forradalomnak, meg az irodalmi forradalomnak az ászlóvivője, hanem ennek a gasztronómiai forradalomnak is. Ő reggelire is hajlamos volt gulyást tenni, és a túrós tészta volt a kedvenc étele. Az előző generáció, Vörös Martiék még teljesen más ételeket ettek. És ez az átalakulás, főleg az a paprikás szav cunami, ami elöntötte a Kárpát-medencét, és alapvetően átformálta a magyar konyha korábbi fűszergazdagságát, alapanyag gazdagságát, az tényleg megállította egyébként a Kárpátok. Az erdélyi konyha, az erdélyi magyar konyha, az kicsit intakt maradt ettől. Nem használnak annyi paprikát, vagy hát van, ahol egyáltalán nem, és jóval fűszergazdagabb ma is. Természetesen az is kiderül a könyvből, hogyan ünnepeltek a magyar íróink, és hogy az ünnephez rendszerint a finom étek is dukált. Így külön nincsen benne karácsonyi tematika, legalábbis úgy, hogy van benne olyan novellája Beher Ivánnak, ami egy magányosan élő idősasszonyról szól, aki a macskájának megfőzi ugyanazt a karácsonyi menüt, csak kicsiben, mint amit akkor főzött, amikor még nagy család vette körül. De külön erre nem térek ki. Az ünnepi asztal az többször megjelenik. Azon keresztül, hogy hogyan ünnepel egy család vagy egy közösség, hányan ölik körül az asztalt, ott mit tesznek, milyen etikett uralkodik, sok mindent el lehet mondani. Ez nem csak a karácsonyra vonatkozik, de hát a karácsonyi asztal is jellegzetesen ilyen. És az, hogy hogyan, miről beszélgetnek egy ilyen bőségesen megterített asztalnál, az pedig egy kedvelt irodalmi eszköze Nóri Zsigmondtól Molnár Ferencig nagyon sokaknak. A mára már új jellegzetes karácsonyi ételünk a töltött káposzta is visszatérő szereplője Nyári Krisztián kötetének. Sokaknál megjelenik a töltött káposzta. Tulajdonképpen majdnem, hogy ez az egyetlen olyan tradicionális magyar étel, amit ma is, hogyha dicsekszünk a jó magyar konyhával, akkor feltétlenül megemlítjük, és ami régebbi, mint a 19. század. Tehát, hogy ez biztos, hogy
nagyon régóta fogyasztjuk és esszük, mert hogyha nem csak a töltött káposztát nézzük, hanem a káposztás húsoknak a különböző verzióit, akkor bizonyos értelemben ez a leghagyományosabb magyar étel. A 18. században, vagy meg a 17. században közmondások voltak erről, hogy Magyarország címere a húsos káposzta, írja a Bethlen Miklós, tehát hogy annyira jellemző ránk, mint ahogy most a pörköltet gondoljuk. Vagy volt olyan közmondás, hogy ne legyél olyan, mint a húsos káposzta, az azt jelentette, hogy ne magyarkodjál. Tehát, hogy ez ennyire benne volt a jelképtárba, és nagyon sokan szerették. Maga a töltött káposzta, az tulajdonképpen egy nemzetközi fúziós konyha eredménye, ami csak Erdélyben jöhetett létre. De egyrészt az az idea, hogy darált hústölteléket egy levélbe csavarjunk, az keletről jön. Valószínűleg Indiából, az Oszmán Birodalom érintésével a Balkánról jutott a erdélyi fejedelemségbe. Az pedig, hogy savanyú káposztát főzünk össze hússal, az pedig egy északi gondola, az Németország és Lengyelország felől jutott el Erdélybe, és csak ott találkozhatott. És hát ebből kialakult ez a magyar konyhának ez a nagyon jellegzetes fogása, amiért írók tucatjai rajongtak, talán ez az, amiért a legtöbben. Az egyik legnagyobb rajongója az Mikszát Kálmán volt, de hát Jókai Mort is lehetne mondani, vagy Móri Zsigmondot. Ugye Mikszát azt is elmondja, hogy milyen a jó töltött káposzta, azt írja, hogy egy sor füle, egy sor orja, egy sor töltelék. Nem tipikus, de igazán különleges ünnepi étel a könyvben szereplő Richelieu pulyka is, amely Nyári Krisztián szerint egy karácsonyi lakoma igazi ékessége lehet. Ez az erdélyi arisztokrácia asztaláról való. Bánfi Miklós az Erdély trilógiájában ír róla, hogy milyen csodálatos étel volt ez egy főúri asztalon, ahogy behozták az inasok és felszolgálták. Fény lett ennek a pulykának a melle, és felnyitották, és benne volt ez a libamájas töltelék, de magát a receptet is tudjuk, mert Bornemisztán és Szilvási Karola, aki Bánfi Miklóssal igen jóba volt, több volt köztük, mint barátság mondjuk így, ő a receptet magát leírta. Egyébként akkor, amikor ez már egy letűnt kornak a gasztronómiai szokásait mutatta be, nagyon izgalmas, hogy mit evett az erdélyi arisztokrácia, mert szemben a magyarországi arisztokráciával nem kizárólag franciás meg németes ételeket ettek, hanem magyarost is, de hát egy nagyon megemelt színvonalon, nagyon jó alapanyagokból, és egy kicsit talán ez van legközelebb a hagyományos barokk magyar konyhához, tehát sok mártás, sok hús, nagyon rafinált módon elkészítve, és ez a Richelieu pulyka az egyik ilyen tipikus példája ennek, valószínűleg nagyon finom.